praminibe, amikor bort csinálunk belőle, akkor is a nyarat keressük, azt az ízt, azt a meleget, azt a napfényt, amit az egész természet belesűrített ebbe a csodálatos növénybe. Van, aki a bort nem iszok, azoknak is meg lehet őrizni ezt az illatot, ezt a nyári nosztalgiát. El lehet tenni a szőlőt is. Az egyik módszer az, amit mindenki, főleg csemege szőlőknél alkalmaznak, levágjuk a fürtöt, fordítva aggatjuk fel, hogy lazább legyen. Természetesen a helyiség kitakarítva, egy kicsit áslógozzuk, kénezzük, hogy ne terjedjen a gombabetegség. Egy másik eltartási mód, amit régi könyvekből el lehet lesni, amikor úgy szedjük le a fürtöt, hogy a vesszőt, amire nincs szükségünk, erre már jövőre nincs szükségünk, rajta hagyjuk a fürtöt a vesszőn, addig a szemig megyünk le, amíg jövőre még kell, és ezzel a vesződarabbal együtt úgy helyezzük el egy vizes üvegbe, hogy ne hervadjon, ne töppedjen meg a szőlő. Öreg barátom Böröcz Imre is jobban szeretne nem csak forgatni, hanem dolgozni járnánk a pincéibe, mert itt ebben a borcsináló műhelyben, ahol felaggatjuk a fürtöket is, megnézzük majd, hogy tele lát. Csináljuk a mustot, és aki nem akar bort csinálni, a must eltartásának, tartósításának három módját is írja le a Prohászka könyv, aminek a úgynevezett klasszikus eltartási módját én, mint biokertész nem szívesen ajánlom, de mondom, szalicillal vagy nátriumbenzoikummal. A második módszer, amit a háziasszonyok ugye befőzésből kifolyólag csinálnak, az a sterilizálás, amikor 50-60 fokra felmelegítjük a szőlőből készült mustot, és ezt rakjuk nagyon tiszta üvegekbe, száraz dunszba, és amikor beszívódik a tetején a celofánpapír, akkor jó. Mint ahogy a bort is kénezzük, de aki túlkénezte a bort, az nagyon jól tudja, hogy nem por ki, na ebből indul ki a muskészítés. Kicsivel többként, olyan 0,3-0,6 grammot teszünk a musthoz, a szőlő penészes állapotának megfelelően, és ez, mivel nem for ki, megmarad must. Egymás mellett majd megkóstoljuk annak idején, hogy melyik őrizte meg igazán a szőlőnek azt a nyári, őszi napmelegtől kellemes illatát, amit elvárunk, nem csak a mustól.